Pécsnek olyan városvezetésre van szüksége, amely tud és hajlandó is a partnere lenni a magyar kormányzatnak. Ugyanis Közép-Európában, aki nyitott szemmel jár és kicsit is jártas a gazdaságfejlesztési kérdésekben, az egyetért azzal, hogy a városi gazdaságfejlesztés nem lehet a mindenkori kormányzatnak a segítsége nélkül, mondta Csizmadia Péter a keddi sajtótájékoztatón. Ugye látjuk, hogy Magyarországon is, mint ahogy egyébként a V4-ekben is, de a távolabbi kelet-közép-európai térségben is nem történik más, mint hogy egy állami befektetés ösztönző szervezet, Magyarországon ugye ez a külügyminisztérium mellett működő befektetés ösztönző ügynökség, az, amely folyamatosan 0-24 órában dolgozik azon, hogy az adott országba jöjjenek és az adott városokba jöjjenek befektetők, nagy befektetőkről beszélek, így Pécsnek sem lehet más feladata, mint hogy ezzel a testtartással, ez az együttműködő partneri testtartással ehhez a munkához látni. Tudjuk, hogy Pécs a rendszerváltozás nagy vesztese volt, tette hozzá a kormánypárti képviselő. Nagy ipari városként a 80-as évek virágzó gazdasága a 90-es évek alatt és után összeomlott, és ezzel párhuzamosan a korábbi színvonalas kulturális élet is, egyéb szolgáltatások is hanyatlásnak indultak, fogalmazott Csizmadia Péter. Ezért a pécsiek okkal várják azt, hogy ezen változtassunk, de lehet ezt másképp is. Mi erre vállalunk kötelezettséget. Így, hogyha a pécsiek megtisztelnek minket a bizalmukkal a jövő évi választásokon, akkor mi fölállítunk egy a külügyminisztérium mellett működő befektetés ösztönző ügynökséghez hasonló városi szervezetet. Van erre pozitív példa, Debrecen városában ilyen működik. Láthatjuk, hogy milyen hatékonysággal működik. És nekünk én azt gondolom, hogy ha követnünk kell magyar nagyváros példaként, akkor jelenleg Debrecen az az egyik, amely a vidék gazdaságfejlesztési motorjaként, zászlóshajóként jó például szolgálhat szerintem minden nagyvárosnak. Ezért mi a debreceni mintát és a debreceni rendszert kívánjuk átültetni Pécsre. Jelenleg egy gazdasági főosztály működik, nem túl hatékonyan, hangsúlyozta a jobboldali politikus. Gyakorlatilag Pécset az elmúlt időszakban elkerülték olyan komolyabb befektetők, amellyel Pécs valóban a nemzetközi gazdasági élet térképére fel tudnak kerülni. Tehát a jelenlegi rendszer az nem hatékony, az nem képes megoldani ezt a léptékváltást, amire nekünk itt helyben szükségünk van. Ezért mi erre a változtatásra teszünk javaslatot, és valóban egy olyan hatékony szakmai szervezettel kívánunk kilépni a befektetők elé, amelyek garantálhatják azt, hogy Pécs a következő évek, évtizedek nyertese legyen. Pécsnek is részesülnie kell abból a nagyvállalati nagy tőkéből, amelynek a megjelenése nélkül nincsen hatékony gazdaságfejlesztés sehol Közép-Európában, és itt Pécsen sem, hangsúlyozta a Fidesz pécsi frakció vezetője.